Sziasztok, Charlie vagyok, ez itt pedig az ECIGI tesztek. A mai videóban a Pioneer for You IPv4S nevezetű készülékével ismerkedhetünk meg. Csomagoljuk ki akkor az IPv4S-t, bár itt a dobozon még csak IPv4 szerepel, és a hátulján is azt látjuk, hogy 7-től 100 wattig, de ennek ne higgyünk. Itt van a kis upgrade-nek a matricája, 120 watt vagy 100 joule, illetve a titániumot és a nikkel húzalt is támogatja a 4S. Kicsomagolás, egy garanciakártya, nincs kitöltve, egy user manuál, javaslom, mindenki olvassa el ezeket, mert hasznos dolgok vannak benne, és tényleg nem az a teljesítmény kategória már, ahol bármivel is megérné játszani. Maga a modkészülék, erre mindjárt kitérünk bővebben. Egy kis semmi certifikét, és itt van benne egy cetli, hogy milyen akkumulátorokat használjunk, ne használjunk. Tehát itt bőven észre lehet venni, hogy sérül, olyat, aminek nincs borítása, aminek hiányzik a felső borítása, az alsó sérülve van, a felső borítás vagy alatta az a takarógyűrű, azt semmiképpen ne használjuk a készülékben. Csak azt, aminek a burkolata hibátlan, sérülésmentes, és itt jegyezném meg újra, hogy csak olyan akkumulátort használjunk hozzá, amit egyszerre használunk, párban töltünk, és máshoz, használhatjuk máshoz, de csak így párban. Az a tuti. Amit érdemes róla tudni, amit az előbb is láttunk a dobozon, 10 és 120 watt között állíthatjuk a teljesítményét, vagy ugye zsúlban, hogyha temp control üzemmódban használjuk, és ha nikkel húzallal használjuk, akkor 5 és 50 zsúl között használhatjuk a készüléket, ha titán húzallal használjuk, akkor 5 és 100 zsúl között használhatjuk, a kimenő feszültsége pedig 1 és 7 volt között változhat. A kazán ellenállása 1 tized ohmtól 3 ohmig terjedhet hagyományos kantál esetében, hogyha nikét százat vagy titánium húzalt használunk, 5 század ohmtól 3 tized ohmig terjedhet az ellenállásunk. Tempkontroll üzemmódban itt 100-tól 300 fokig állíthatjuk, vagy hogyha éppen a Fahrenheit a szimpatikus nekünk, akkor 212-től 572 Fahrenheitig. És még érdemes róla elmondani, hogy ebben egy Yihi SX330-as chip dolgozik, illetve annak egy kisé lebutított verziója. Amivel rendelkezik a készülék, az többek között alacsony feszültség elleni védelem, alacsony ellenállás elleni védelem, magas feszültségnél riasztás, rövid zárvédelem, fordított polaritásvédelem, túlmelegedés ellen véd, illetve ami hasznos tulajdonsága, hogy ezen a csatlakozón keresztül bizony update-elni tudjuk a szoftvert, illetve, amit már el is mondtam, temp control. Nézzük meg akkor. Itt belül láthatjuk a Pioneer for You-nak a hologramos matricáját, és láthatjuk azt is, hogy mi az akkumulátorok helyes behelyezési sorrendje. Azt is látjuk, hogy itt van egy kis válla, tehát csak úgy tudjuk behelyezni az aksit, hogyha először ott támasztjuk be, akkor fogjuk az elsőt, és fogjuk a másodikat, úgy ne. Nincs bekapcsolva, 1, 2, 3, 4, 5. IPv4-es, és már is kiírja, hogy nincs rajta kazánunk. Tekerjünk rá egy kazánt. Így,
ugye most teljesítmény módban van, mert így használtam legutóbb, és ez nem az, azt mondja, hogy száraz a tekerésünk. Hát lépjünk a menübe és állítsuk át, és akkor megismerkedhetünk a menüvel. 1, 2, 3, 4, 5 gombnyomás a menü. Ez kibekapcsolás, és itt azt érezné az ember, hogy jobbra-balra kell nyomogatni ezzel, de abba a pillanatban ki is kapcsoljuk, ezzel tudunk szépen tovább léptetni. Itt a teljesítmény módba tudunk belépni, és itt tudjuk váltogatni, hogy teljesítmény vagy feszültség. Teljesítmény vagy feszültség, hogy tempomód vagy VV mód. Temp vagy VV. Most átlépek VV-be, leokézom, és itt mivel már más beállítási lehetőségem nincs, ezért megnyomom a jobbra vagy balra gombot, át is váltott 22 wattra, azt mondja, hogy 66 század ohm, és már izzít is. A kijelzővel, ha megismerkedünk, akkor itt bal oldalon láthatjuk itt a kimeneti teljesítményt. Látjuk, ez most jelen esetben 22 watt, itt fönt pedig a kimeneti feszültséget. Hogyha én ezt most lejjebb állítom mondjuk 10 wattra, akkor látjuk is, hogy ez már csak 2,58 század volt. Látunk egy kis piktogramot az akkumulátorral szimbolizálva, és ott tudjuk nyomon követni, hogy mennyire merült az éppen behelyezett cellánk. Jobbra látunk az alsó sarokban egy M2 nevezetű kis piktogramot, hogyha itt szépen most a fölfele gombot nyomkodom, akkor ez már az M3 35 watt, M4 60 watt, M5 120 watt, M1 12 watt, M2 újra 10 watt. Ez azért jó, mert hogyha mondjuk én szeretnék 80 watton gőzölni, akkor nem azt kell tennem, hogy itt állítgatom és megvárom, amíg szépen felszalad 80 wattig, hanem, és akkor most láthattátok is, hogy mi ez a felirat, hanem itt, mikor az M2-t látjuk, akkor a fölfele gombot elkezdjük nyomni, egyszer megnyomjuk M3, még egyszer M4, még egyszer M5. És amelyik értékhez közel vagyunk, ott szépen megállunk, mondjuk én, ha szeretnék 62 watton, itt megállok, és megnyomom a lefele gombot, ebben a pillanatban itt az M4 eltűnik, és azt látjuk, hogy ADJ, mint adjust, állítás, és ezt szépen adjustálom én mondjuk 62, vagy 60,9 wattra, és onnantól kezdve azzal a teljesítménnyel gőzölhetek. Természetesen, ha egyszer ráizzítok, akkor az visszaugrik ott arra az értékre, ahol épp van, vagy amire átállítottam, ott marad. Hogyha én mondjuk egy temp control képes tekerést rakok rá, ami jelen esetben legyen mondjuk egy NIK200-as tekerés szárazon, érzem is, hogy már tartja a kazánt, a középérintkező már hozzáért. Akkor, na most állítsuk át ezt temp üzemmódra. 1, 2, 3, 4, 5. Beléptem a menübe, és most átállunk Joule módra, megnyomjuk a gombot. Itt már választási lehetőségünk van. Celsius, Fahrenheit, Celsius, Fahrenheit. Celsiusban maradunk. Beállítjuk a hőmérsékletet. Kicsit csalóka, hogy ugye ezzel azt hinnénk, hogy megyünk balra lefele, de nem, hát ez a plusz gomb, ezzel fölfele megyünk, a másikkal lefele, maradjunk ennél a 210 foknál, megnyomjuk, és hopp, ki is jön, titán, NIK200. Ez a két darab húzal, aminek a hőmérsékleti együtthatóját tudja, tehát ez a kettő van beprogramozva a készülékre, ez NIK200, és a kilépés bármelyik plusz-minusz gomb segítségével. Kész is vagyunk. Na, már csak egy dolgunk van, hogy kalibráljuk a hőmérsékletét a tekerésünknek. Ezt javaslom minden ilyen esetben, ha új kazánt teszünk föl,
végezzük el, vagy ha nem hideg a kazánunk, akkor is, mert hisz akkor más lesz az ellenállása. Annyi a teendőnk, hogy nem a tűzgombot nyomjuk meg. Most azt látjuk itt, hogy 0,19 század ohm, ez nem igaz, mert ennek a tekerésnek nem szabad ennyinek lenni. Megnyomjuk a plusz és a mínuszt egyszerre, és ki is írta, 0,114 ezred ohm, és most már a helyes érték szerepel ott. És akkor egy picit vegyük lejjebb a teljesítményt, mondjuk legyen 15 zsúl, nézzük meg, hogy égetünk-e vagy sem. Égés nem történik, és kiírja, hogy dry coil, no liquid. Látjuk, hogy kapar, mint malac a jégen, ott a feszültséggel, de a tekerésünk még mindig életben van. Tehát ez a része is jól működik. Ez viszont nem úgy dolgozik, mint az előző tesztben említett Snowwolf, tehát itt nekünk kell manuálisan gondolkoznunk, nem izzítunk rá most mondjuk a NI200 után a kantára, hanem szépen belépünk a menübe, átállítjuk a teljesítményt, kilépünk, és kész. Már izzíthatunk is. A watt üzemmódban olyan teljesítménye természetesen, ami nekünk optimális a kazánhoz. Nézzük akkor meg a készüléket gőzölés közben. Most pedig következzen akkor az éles lövészet az IPV4S-sel. Ehhez először átállítjuk, ugye, ami kazán rajta van, az most nekem egy sima kantál, 0,67 század ohm, és ezt 22 watton fogom meghajtani. Lássuk. Itt teszi a dolgát, ahogy kell a készülék. Megnézzük most temp control módban. Rátekerek egy TC-re tekert nikróm húzallal ellátott kazánt, és átállítom. Ugye belépek a menübe, és szépen elmegyek a teljesítmény szabályzásig, beállítom 210 fokra, nikkel húzal, és legyen mondjuk ellenállás beállítva, legyen mondjuk 15 zsúl. Na lássuk. Lehet, hogy egy kis nedvesség elférne a kazánra. Még egy picit adunk neki. Úgy. Na lássuk. Menjünk csak följebb ezzel. 20 zsúl. Egész jó íze van. Na, nézzük akkor a készülékünket. Értékeljük.
kinézetre, tapintásra, komfortosságra. Nálam mindenképp az egyik kedvencem, ugye ezzel a tenyérbe illő markolattal nagyon kényelmes a használata, viszont egy picit ugye látszik, hogy nagyobb is, pedig az én kezem sem kicsi, de nagyobb, amit az átlagember megszokott. Hát ezt a két aksi teszi, de jól teszi a dolgát. A kijelzője, ugye ebben az SX330-nak egy kissé lebutított elektronikája van, és éppen ezért menet közben nekünk nem írja ki, például, ha rátekerem a NIK200-as kazánt, akkor az ellenállás változását nem írja ki, ha rámérünk még egyszer, akkor frissítjük, és akkor most már a 0,11 helyett 0,19, de menet közben nem látjuk a változást térdelni. Abszolút nem térdelt egyébként sem ezzel, sem a másik kazánnal, másik tekeréssel, de hát két aksival ember legyen a talpán, aki be tudja normálisan térdeltetni ilyen ellenállásokon, amiken én használom. Na, menjünk tovább. Pozitív és negatív. A negatív lehet ugye az, hogy ez nem az a tipikus női kézbarát méret, vagy zsebbarát méret. Mondjuk, ha rátekerek egy kicsinek végképp nem mondható kazánt, akkor most jó, hogy nem kicsi a fejem, de azért ez már az a méret, amit zsebben sehogy nem tud az ember kényelmesen hordani, és azért ezt figyelembe kell venni a vásárlásnál, hogy ez nem az a zsebbarát készülék. Negatívum lehet még a kissé lebutított elektronika, illetve hogy mindenképpen javasolnám annak, aki megveszi, hogy nézze meg, hogy milyen friss rajta a szoftver, és frissítse a legújabbra mindenképpen a TC mod miatt, mert volt már olyan készülék, ami olyan szoftververzióval került a fogyasztóhoz, illetve a használóhoz, ahol nem volt tökéletes a TC mod, rá kell dugni a számítógépre, le kell tölteni hozzá a megfelelő szoftvert és a firmware-t, frissíteni kell, és onnantól kezdve tökéletesen fogja tenni a dolgát, mint ahogy ez is tette. Na, és akkor menjünk a pozitívumokra. Gázelvezető furatok mérete zseniális. A következő pozitívum az ennek a kis levehető borításnak az anyaga. Ez nagyon jó, nem csúszós, az a puha műanyag. Pozitívum még a középérintkező rugós, nem kell szórakozni vele, hogy állítgatjuk, egyszerűen csak rátekerjük a kazánunkat, és végzi a dolgát. Azt azért látni érdemes, hogy amit elmondtam a kis videóban és a közeli videóban is, hogy itt vannak ezek a bemarások az 5-10 csatlakozó mellett, de ezek ilyen semmire nem jó bemarások, nem megy ki a széléig, illetve a középső 5-10 csatlakozó is pont abban a szintben van, mint a külső része a kazánnak, tehát ott a bemarásnál, ha rátekerjük a kazánt, akkor ott vége is van a levegőzésnek. Hát alsó levegőzésű kazánnal nem használjuk, de hát nem is olyanokat tekergetünk erre. A pozitívum, hogy ez kezeli mind a sima kantát, mind a NIK200-at, és titániummal is tudjuk használni. Sőt, ott a teljesítményekkel is tudunk ugrabugrálni, hogy nikkel húzallal használjuk, vagy titán húzallal, más-más zsúl értékeket tudunk beállítani a kettőhöz, illetve hát az egyiknél többet tudunk beállítani, mint a másiknál. Az, hogy itt az eleje ilyen fura karcos, meg bubis, ettől nem kell megijedni, mert ez nem magán a kijelzőn van, hanem azon van egy védőfólia, amit én nem szedtem le, mert
vannak még tervek ezzel a készülékkel. Úgyhogy nagy összességében tekintve baráti áron van. A GearBestről ugye free shippel is hozzá lehet jutni a készülékhez. Az elején elmondtam, hogy mennyibe kerül maga a készülék, tehát szerintem egy ilyen dupla aksis modért az nem pénz. Ha valaki meg tud barátkozni a méretével, és pariba helyezzük mondjuk ezzel azt, hogy mennyi az üzemideje ennek a készüléknek, az nagyon fogja szeretni. Egy kicsit a mérete az, amit szokni kell, hogy ez nem egy női kézbe való apró pici mod, de lesz majd olyan is a közeljövőben reviewzva, ami mondjuk nekik is nagyon tetszetős lehet. Összességében ennyit tartottam érdemesnek elmondani az IPV4-esről, úgyhogy ha megtetszett az ismertető alapján, akkor keressétek fel a gearbest.com-ot, és rendeljétek meg, hiszen erre is akció él a weboldalukon, ugyanúgy, mint a Snow Wolf-ra, tehát le van most árazva a készülék, vegyétek, vigyétek nyugodtan, merem ajánlani bátran mindenkinek, aki többféle húzaltípussal és mondjuk ilyen teljesítmény fokozattal akarja használni, mint ahogy ez a készülék is ugye akár 120 wattig feltekerhető, természetesen akkor ne várjunk itt többnapos üzemidőt, de mindenféleképpen tovább fogja bírni, mint egy hagyományos egyaksis készülék. Remélem tudtam segíteni nektek a videómmal. Köszönöm, hogy megnéztétek. Sziasztok!